napot kívánok! Nagyon köszönöm a meghívást. Amiről én most beszélni szeretnék, annak az első részéről már a tavalyi konferencián is ejtettem szót, aki itt volt tavaly is talán emlékezhet rá. Ez a Kék Vonalnak egy pályázati projektben elkészült oktatási csomagja, amit most szeretnék bemutatni, ami kifejezetten a kortársak közötti online szexuális zaklatással foglalkozik. Hát néhány szóban így feleleveníteném a projektnek a célját. Egyrészt a kortársak közötti, és itt most kifejezetten az oktatási anyagok a 12-18 éves korosztálynak szólnak. Tehát a kortársak közötti online szexuális zaklatás megértésének segítése volt a célunk. Egy ezzel kapcsolatos figyelemfelhívás és egy oktatási csomag létrehozásával hozzájárulni ahhoz, hogy a jelzés, segítségkérés az áldozatok és érintettek számára könnyebb legyen, elsősorban az iskolájukban. Az oktatási anyagoknak a kidolgozását egy kutatás előzte meg, ami egy kérdőíves kutatás is volt, és fókuszcsoportos kutatás is. Ezeket az eredményeket felhasználva hoztuk létre az oktatási anyagokat, és néhány szám a kutatásról. Ez egy nemzetközi projekt volt, három országban, Nagy-Britanniában, Dániában és Magyarországon végeztük, és összesen a három országban 3257 13-17 éves fiatal töltötte ki az online kérdőívünket, és több mint 100 fiatal vett részt fókuszcsoportos beszélgetésen, 29 tanárral készítettünk interjút, és majdnem 20 interjút egyéb szakemberekkel, gyerekvédelemben dolgozó szakemberekkel, pszichológusokkal, rendőrökkel elsősorban. És hogy mit tudtunk meg? Igen. Hogy mit tudtunk meg a kérdőíves kutatásból, az ezen az ábrán olvasható. Összességében azt lehet mondani, hogy nyilván az senki nagyon nem lepődött meg azon, hogy az online szexuális zaklatás különböző formáival nagyon nagy számban találkozik ez a korcsoport. Ugye a válaszadóknak nagyjából a negyede az tanúja volt annak, nem tudom miért ugrik el, bocsánat, tanúja volt annak, hogy valaki valakiről szexuális tartalmat titokban készítenek, elsősorban fényképet, és ezt online megosztják. Több mint 70% egyetértett azzal az állítással, hogy egy lány rossz megítélésben részesül, ha mesztelen vagy részben mesztelen kép kerül róla ki az internetre, míg körülbelül 50% gondolta ugyanezt fiúk esetében. 29% tapasztalt olyat, hogy egy ismerőséről mesztelen vagy majdnem mesztelen kép került ki az engedélye nélkül az internetre. 35%, tehát közel egy harmad tanúja volt annak, hogy kortársaik áladatlapokat hoztak létre, kifejezetten azért, hogy szexuális tartalmú képeket, kommenteket, üzeneteket vagy pletykákat terjesszenek valakiről. A válaszadók 7%-a, és ezt a jellemzően lányok jelezték, beszámoltak arról, hogy partnerük, tehát hogy megesett velük, hogy partnerük kényszerítette őket, nyomást gyakorolt arra, hogy osszon meg magáról mesztelen képet. És hát 10-ből 9 válaszadó, tehát 90% az elmúlt évben tanúja volt annak az interneten, hogy lányokat bántó szándékkal ribancnak vagy kurvának hívnak, és majdnem 60% számolt be homofób vagy transzfób kommentekről. Tehát, hogy ez a jelenség ilyen szinten van jelen a tizenévesek online mindennapjaiban. És akkor ezeknek az információknak és tapasztalatoknak felhasználásával ebben a nemzetközi partnerségben létrehoztunk egy oktatási csomagot,
ami ma már a kék vonalnak a honlapjáról elérhető és letölthető. És akkor mondom, hogy mi van ebben. Egyrészt óravázlatokat hoztunk létre. Ez egy 4 alkalmas óravázlat. Elsősorban iskolai tantermi körülmények között, de hogy nem tantermi körülmények között is lehet diák csapatokkal hasznosítani. 12-17 éves korosztálynak hoztuk ezt létre. Mindegyik óravázlat alapvetően 45 percre van kalibrálva, illetve mindenhol megjelölünk plusz feladatokat is, hogyha több idő áll rendelkezésre, akkor ezek a témák szabadon bővíthetők akár 90 percesre is. Az óravázlatok első része a biztonságos tér megteremtése alatt itt a csoport szabályok lefektetését gondoljuk, mivel hogy ugye ez nagyon szenzitív, érzékeny téma, ezért, hogy érdemes a szabályok megalkotására nagy hangsúlyt fektetni. Utána egy óra foglalkozik azzal, hogy mi is az az online szexuális zaklatás, utána, hogy hogyan támogassuk az online szexuális zaklatás áldozatait, és a negyedik óra pedig azzal foglalkozik, hogy mi történik, hogyha egy diák az iskolában jelent egy online szexuális zaklatási esetet és segítséget kér. Az óravázlatokhoz tartozik egy kézikönyv, ami szintén letölthető. Ez egyrészt útmutató az óravázlatok használatához, több hasznos információ, kiegészítő anyag tartozik hozzá, és van egy rövidebb összefoglaló az online szexuális zaklatás és a jog kapcsolatáról. Van egy további anyag, ez egy frontális előadás, amit arra lehet jól használni, hogyha nem egy osztályban kell egy ilyen órát, foglalkozást, előadást megtartani, hanem egy nagyobb csoport gyerek előtt. Ez inkább egy frontális előadás, míg az előbb említett óravázlatok interaktívak. Ehhez a frontális előadáshoz is tartozik egy útmutató, ami segítséget nyújt a pedagógusnak abban, hogy hogyan használja ezt az anyagot. Készítettünk még két másik útmutatót is. Az egyik az kifejezetten, ugye ennek az a neve, hogy problémás online szexuális viselkedést mutató fiatalok támogatása. Itt igazából az elkövetők viselkedésének hátterében lehetséges okokat, dinamikákat próbáljuk egy picit körbejárni, és ez abban segítheti a szakembereket, hogy az elkövetők lehetséges hátterét kicsit jobban megértsék, ami azért is rendkívül fontos, itt kifejezetten kortársak között és kortársak által elkövetett online szexuális zaklatásokról beszélünk, és hogy az a tapasztalat, hogy ezekben az esetekben azért gyakran előfordul az, hogy az elkövető és az áldozat szerepek tudnak azért cserélődni, akár egy történeten belül is, illetve hogy azért gyakran előfordul az, hogy aki mondjuk elkövetője valamilyen zaklatásnak egy adott helyzetben, ő könnyen lehet, hogy a háttérben az is meghúzódik, hogy ő maga is áldozata lehet zaklatásnak egy másik helyzetben. És készítettünk egy kézikönyvet, ami kifejezetten már így iskolákat céloztunk meg vele, ami abban nyújthat segítséget, hogy hogyan lehet az online szexuális zaklatás elleni fellépés, illetve ennek a prevencióját az egész iskolát átfogó szemlélettel nézni, és hogy próbálunk segítséget nyújtani iskoláknak abban is, hogy hogyan tudnak olyan szabályokat, protokollokat és olyan légkört alakítani ki az iskolában, ami hatékonyan tudja megelőzni az ilyen zaklatást,
illetve hamarabb észrevevődik ez a zaklatás, és hogy az áldozatok hatékonyabb segítséget kapnak. És ami még elérhető, szintén a Kék Vonalnak a honlapján is, illetve ez az anyag, ez az utolsó anyag, ez YouTube-on is megtekinthető. Ez egy online tananyag, szintén pedagógusoknak. Ez egy 4 részes tananyag, ez nem interaktív, ez csak hallgatni kell. Az első része arról szól, hogy értsük meg jobban, hogy mi is az az online szexuális zaklatás, mik azok a jelenségek, amik ebbe a körbe tartoznak. A második rész foglalkozik a beleegyezés, áldozathibáztatás, és ezeknek az összefüggése az online szexuális zaklatással. És itt szeretném megjegyezni, hogy ez azért is került külön fejezetbe az online tananyagban is, mert hogy a kérdőíves kutatásunkból az derült ki eléggé egyértelműen, hogy amikor azt kérdeztük a fiataloktól, hogy kérnének-e segítséget, ha velük valamilyen zaklatás történne, akkor nagyon nagy arányban kaptuk azt a választ, hogy nem. Sem iskolában, sem szülőtől, sem felnőttől, sem szakembertől, sem baráttól. Tehát nagy arány válaszolta azt, hogy nem maga egyedül próbálná megoldani. És ennek hátterében elsősorban az van, hogy tartana attól, hogy őt tartanák hibásnak. És amikor egy másik kérdésben pedig a felelősségre kérdeztünk rá, tehát hogy mit gondolsz, megkérdeztünk gyerekeket is, felnőtteket is arról, hogy mit gondolnak arról, hogy ki a felelős azért, ha online szexuális zaklatás történik, és nagyon nagy arányban az áldozatot tették sokan felelőssé a zaklatásért. Tehát, hogy a fiataloknak az a félelme, hogy ha segítséget kérnek, akkor őket fogják hibáztatni, ez nagyon sok esetben nem alaptalan, hanem jogos. És hogy ezért is egy külön fejezet foglalkozik az áldozathibáztatással, illetve a beleegyezéssel, hogy próbáljuk ezt a jelenséget egy picit jobban megérteni, hogy mi minden van ennek a hátterében, mert hogy ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az áldozatok nem kérnek segítséget. Egyrészt, másrészt meg felbátorítja az elkövetőket. És akkor az online tananyag harmadik része a megelőzéssel foglalkozik, a negyedik pedig a zaklatás eseteinek a kezelésével. Itt elsősorban intézményi környezetben való kezelésre koncentráltunk, mert hogy a tananyagnak a fő célcsoportja azok pedagógusok, illetve gyerekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek. Úgyhogy ezek az anyagok, amik most már készen vannak, és időközben belekezdtünk az anyagok folytatásába. A következő körben a 9-12 éves, tehát egy korcsoporttal fiatalabb gyerekek számára fogunk anyagokat létrehozni, hát illetve pedagógusoknak, hogy foglalkozni tudjanak a gyerekekkel, illetve az új projektben szülők számára fogunk még tájékoztató és segítő anyagokat létrehozni. Az anyagokat úgy próbáltuk meg elkészíteni, és azért is van mindenhez útmutató és egy nagyon részletes, szöveges segítség, pontosan azért, hogy minden pedagógust alkalmasnak és képesnek gondolunk arra, hogyha módszertani anyagokban segítséget kap, akkor hogy ezekről a témákról alapvetően minden pedagógus tud órát tartani és beszélgetni osztályában fiatalokkal. És akkor jól számoltam ki az időt, köszönöm, mert hogy már csak annyi van, hogy megköszönjem a figyelmet, és a www.kék-vonal.hu oldalon
érhetőek el az anyagok. Jelen pillanatban honlapfejlesztésben is vagyunk, így ezért a mobil kompatibilis honlapunk az ezer sebből vérzik, de hogy laptopon elérhető és megtalálható, illetve akinek ez, tehát hogy mégsem megy, vagy nehezen megtalálható, akkor az én címemre írva is szívesen elküldöm ezeket. Köszönöm szépen!